A párkapcsolatban élők között egyfajta kiegyenlítődés törvénye uralkodik. Ez azt jelenti, vagy egyensúlyra törekvés törvénye, más szóval, hogy akkor tudjuk egymást emelni, mert ugye ez a párkapcsolat lényege: hogyha az egyik jót ad, akkor a másik még több jót ad. Viszont, ha az egyik fájdalmat okoz, a másik adjon vissza kevesebbet, de valamennyit adjon vissza, mert különben adós marad és így tud kiegyenlítődni az adósság, és elkopni a végére. És, és akkor én már, ja, és hát nagyon, nagyon tipikus törvény az is, hogy az, aki bánt, és nem kap vissza a bántásból, az akarja egy idő után kitépni magát a kapcsolatból. Ez nagyon tipikus. Mert már olyan adósság van, amit már te, a te lelked nem bír el. És én voltam az, aki egy ponton azt mondtam, hogy, hogy váljunk el. Jó reggelt, jó napot, jó estét, vagy akár jó éjszakát, attól függően ki mikor hallgat, néz minket. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, Ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat. Best Podcast, kezdjünk! A heti podcast vendéges viccet Gyöngyi. Soma, köszönöm, hogy jöttél, nagyon megjesztettél, mert láttam a Facebookodat, hogy elmentél végre négy napra pihenni a férjeddel édes kettesben, mondom, Uram Isten, eszedbe jut, hogy mi megbeszéltük, és rögtön írtad, hogy én nem felejtek. Igen. Nem Ez felejtesz? Így Ez így van. Ez a, erre szoktam mondani, hogy az áldás átok, mint minden ezen a bolygón, ugye ennek előnye, hátránya van, hogy annyira elképesztően kötelességtudó vagyok, Kevesen gondolnák rólam, hogy ha én nem teljesíteném valamilyen kötelezettségemet, vagy kötelességemet, az szorongást okozna. Tehát gimiben mondjuk én a nagypofájú, extrovertált, hát egész négy év alatt szerintem négyszer, ha nem csináltam házi feladatot, de inkább háromszor, mert rájöttem, hogy annyira szorongok, hogy nem csinálok meg egy szoros földrajzházit, hogy nem éri meg. És, és ez honnan ered? Mondjuk, amikor gyerek voltál, iskolás voltál, akkor kikaptál, vagy büntetést kaptál, vagy mi volt, hogy ennyire beidegződött, hogy fegyelmezetnek kell lenned? Hát egyrészt az apám az szó szerint belém verte a pontosságot és a kötelességet. Fizikailag? fizikailag. Tehát emlékszem rá, hogy csak egy példa, ami hirtelen most beugrott, hogy 16 éves volt, a második gimis, hát ugye akkor már házi bulik voltak. Hajdónánás kicsi város, hát akkor nem szórakozóják voltak, hanem az isteni házi bulik és az egyik osztálytársam rendezett szülinapi bulit, és mondtam, hogy apa, mennék én is szombaton a hajdubihari akcentussal beszélt apám, jó van, tíz órára hazajössz. Mondom, tíz órára, apa, ne csináld már, kb. akkor kezdődik, akkor indul be az egész, vagy hazajössz tízre, vagy nem mit Na jó, hazajöttem tíz óra, hat perckor, olyan pofont adott, hogy faladta a másikat, és üvöltötte, hogy az Isten faszát, mert valahogy mindig ez benne volt a szövegben, <laughs> hogy a tíz óra az 10 óra, nem tíz óra, hat perc. Szóval, hogy ebben nagyon ott volt az apám, aki iránt alapvetően két érzésünk volt a Miklós öcsémmel, ezt átbeszéltük sokszor, mert igaz, hogy négy testvérem van, de akivel felnőttem, az, az Miki volt, mert én 66, Miki 67-es születésű, és mind a ketten azt éreztük, hogy nagyon vágyunk az apánk iránt, a szeretete iránt, mert minden gyerek vágyik a szülei szeretetére, és félünk tőle, tehát ez a vágyakozás félelem kettősége volt, és hát aztán később neki is akartam megfelelni, mert azt hittem, hogyha én jól teljesítek, akkor, akkor több figyelmet, több szeretetet kapok, hát aztán ez felnőtt fejjel jöttem rá, hogy ugye a szeretetnek semmi köze nincs a feltételekhez sőt. De valahogy nem tudom, lehet, hogy ez már így bekondicionálódott. És volt több pofon is? Másért is kaptál? É, igen, apánknak eljárt a keze, tehát ő... ő igen, és volt olyan, amikor mondjuk úgy ítélte meg, hogy az elkövetett vétséghez képest túl nagy volt, vagy túl sok volt a pofon, akkor, akkor, így volt ilyen kiengesztelés, hogy mondta, hogy na jó, van, én sem úgy gondoltam, de nektek, neked se úgy kellett volna gondolni, és akkor, és akkor, volt benne egy gyöngétség, és akkor azt éreztem, hogy nem baj, ha megver, csak, előtt, csak, csak, utána legyen ez. És ez azért kialakított bennem egy olyan szadomazott tangót, én így hívom, amit nem kevés terápiás munkával ö, dolgoztam ki magamból, és néha még a <laughs> írmagjait a férjemmel szemben, senki másra szemben, de őt, aki a legjobban elfogad, legjobban szeret, tudod, vel azokkal tudunk a legszenyábbak lenni, akik a legközelebb vannak hozzánk, mert egyébként ez egy bizalmi helyzet. Tehát ki, ki mellett mered kiengedni az árnyékénedet, hanem a mellett, akiben teljesen megbízol. De és az édesanyját feltétel nélkül szeretett, és ott nem volt ütés? Azt gondolom, hogy az anyukám jobban szeretett, jobban is ki tudta nyilvánítani a, a szeretetét. Neki nem voltam elég szép soha. Tehát az apámnak nem voltam elég jó, az anyámnak még nem voltam elég szép, ezt azért ő éreztette. És anyukád nem kapott soha apukától? De, de, de kapott. És tehát ez kapott, egy megszokott dolog volt. Kapott, az... de aztán az anyám egy ilyen... Uh, éjjel hát bebaszva, hogy ilyen szépen mondjam, mert ezt nem, szeretném szebb, nem is szeretném szebben mondani, fapapucsal addig verte a alvó apám arcát, hogy kiesett egy-két fogó, és utána többet nem ütlegelte, úgyhogy ilyen. De akkor csoda, hogy te egy ilyen egészséges lélek lettél, vagy pedig nagyon sokat dolgoztál ezen? Én nagyon sokat dolgoztam magamon, igen, nagyon sokat. Az, az erről szól, és tulajdonképpen mindig meg lehet nézni, hogy valaki miért lesz az, aki, ami, mert a te érdeked, hogy gyógyítóvá váljál, saját magad meggyógyítása a fő motiváció. Engem érdekelt, hogy ki akarja Magamból a nem szeretem, magam nem vagyok elég jó nő. Egyetemér lánynak születtem programomból, és aztán így lettem kvázi gyógyító tanító, mert most ezt tartom fő foglalkozásomnak. Ha téged így bántottak, akkor a te házasságodban, és te magad mondtad ezért, mert ezt a mondatot elmondani, hogy az utolsó tíz évben vagy hűséges a férjedhez, akkor az előző 24-25-ben nem voltál. Azért ez egy, ez egy bántása a szeretteink felé. Akkor nem érezted azt, hogy ez nem helyén való valakit megbántani, aki imád téged? Hát ez nem kevés ambivalenciát és fájdalmat okozott nekem sem, és egyébként mondjuk az első mondjuk 5-6 év azért hűségben telt, tehát utána volt 11 néhány, még nem telt hűségben. és és a férjem, aki egy nagyon bölcs ember, nálam 8 évvel idősebb, ő pontosan tudta, hogy miket csinálok. De és beszéltetek ő... erről ott? Igen, beszéltünk, tudta, és ő kérte egy idő után, így magázva, mert mi sokszor játszunk, és van, amikor magázódunk, és így mondta magázva, hogy ismerem a maga vérmérsékletét, kérem, ne mondja el a részleteket. Tehát ő tudta, hogy ez, ez benne van a pakliban. De fájt neki, nem? Fájt neki, persze, hogy fájt neki, és aztán egy idő után megligálta meg ezt, tehát nem foglalkozott és ő nem a csak fájdalommal. Meg téged? És aztán hála a jó Istennek volt egy fordulópont, és azért mondom, hála a Jó Istennek, mert ez mentette meg végül is a kapcsolatunkat, és akkor itt legyen egy kis elmélet, hogy mondjuk úgy példabeszéd, hogy ne csak rólam szóljon, hanem szűrjünk le egy olyan ami mindenki számára hasznos lehet. Bert Hellingernek, a családállítás módszerének, a megalkotójának egyik alaptézise, hogy, hogy a, a párkapcsolatban élők között egyfajta Kiegyenlítődés törvénye uralkodik, ez azt jelenti, vagy egyensúlyra törekvés törvénye, más szóval, hogy akkor tudjuk egymást emelni, mert ugye ez a párkapcsolat lényege, hogyha az egyik jót ad, akkor a másik még több jót ad. Viszont, ha az egyik fájdalmat okoz, a másik adjon vissza kevesebbet, de valamennyit adjon vissza, mert különben adós marad. És így tud kiegyenlítődni az adósság és elkopni a végére. És, és akkor én már, annyi, ja, és hát nagyon, nagyon tipikus törvény az is, hogy az, aki bánt, és nem kap vissza a bántásból, az akarja egy idő után kitépni magát a kapcsolatból. Ez nagyon tipikus. Mert már olyan adósság van, amit már te, a te nem bír el. És én voltam az, aki egy ponton azt mondtam, hogy, hogy váljunk el. Amit a férjem egy évig nem is fogadott el, azt gondolta, hogy ez megint egy újabb hülyeségem, és úgy elengedte mindig a füle mellett, de hát akkor be beszerelmesedtem, és akkor még jobban mondtam, hogy de váljunk el, de váljunk el, de váljunk el. Még nem addig szajkóztam, hogy elfogadta, és, és tényleg majdnem megszakadt a szíve, tényleg, most tudnék más részleteket, de nem akarom kivadni, hogy, hogy milyen jelei voltak ennek, hogy majdnem megszakadt a szíve. Amikor is azt mondta, jó, hát ha te ettől leszel boldogabb, annyira szeretlek téged, hogy, hogy akkor légy boldog mással. És, és miután ő engem elengedett volna, a pillanatokon belül beszerelmesedett. Akkor már nagyon kiéhezett arra, hogy őt is szeressék, megbecsüljék. Az is nagyon tipikus, hogy a 49 éves férfi egy 26 évvel fiatalabb lányjal, akinek a legnagyobb varázsa ez a, csodálatos. <laughs> Tehát amikor felnéz a férfire, és csak a csodálatos nem sok van, igen. látja benne, és, és valahogy ott, amikor megéreztem, hogy, eleng hogy, hogy, nem csak, a elenged, hanem el is veszítem örökre, ott bennem egy, egy 180 fokos fordulat lett, és, onnantól eszem sem volt elválni, na de hát az én drága férjem az egész kapcsolata, ez az egyetlen egy kapcsolata volt, ez az egy szerelme. Tehát ő vagy belemegy dolgokba, vagy nem, ő ilyen típus. és, és akkor azt tudtam, hogy ez két év lesz. Úgyhogy két évig volt szerelmes, csak ebbe a lányba, és akkor én szenvedtem, mint egy kutya. 20 kilóval voltam kevesebb, mint. Most hát akkor lehet, hogy egy, kellene de, egy 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 deka felesleg nem volt rajtam, és munkaalkoholistává tettem mm. magam, mert tudtam. Tehát akkor volt egy döntés a fejem, hogy na most inni nem szabad, mert a most inni fogok, nálunk a családban mindenki addik, addikcióra hajlamos akkor nem lesz jó vége, úgyhogy szépen akkor munkaalkoholistává tettem magam, és egyébként akkor volt a nőklapja kefés és nőklapjás válaszlevél rovatom, és kértem, hogy a nőklapjást minden levelet borítsanak rám. És ebben úsztam napi 6-8 fájdalmas levélben, és az, nyugtatott, hogy más még jobban szenved, és még jobban együtt tudtam érezni a szenvedőkkel. És akkor két év eltelt, és két év után már én álltam Gyuri elé, és mondtam azt, hogy figyelj, drága, most én mondom azt, amit te mondtál két évvel ezelőtt, ha tényleg annyira szerelmes vagy, és úgy érzed, hogy, hogy ez a lány az igazi, és nem én, akkor én nem állok az utatokba, de, de két év már elég hosszú idő ahhoz, hogy eldöntsd. És akkor meg ő csukta be azt a kaput, és mondta, eszem ágában, de hogy is akarom. És akkor utána még azért volt egy idő, még visszaépült a bizalom, és én egyetlen egyszer találkoztam ezzel a lányjal, és megköszöntem neki, hogy hogy szereti a férjem, és tudtam, hogy ha ő nincs, most teljesen mindegy, hogy hogy hívják, vagy kicsoda, hanem ha nincs valaki, akén keresztül én is visszakapok a fájdalomból, akkor soha nem fog kiegyenlítődni a okozott fájdalom, és soha nem fog tudni szintet lépni a kapcsolatunk. Most az jutott eszembe itt a hosszú történet kapcsán, hogyha mondjuk te ezt végig gondolva csinálod ezt a ide-oda jövést a férfiak között, meg a szerelmet. És mondjuk azt mondod, hogy jó, nem megyek bele, nem csalom meg a férjem, hűséges leszek, akkor szerintem ti már nem vagytok együtt. De ez, ez csak egy érzés. Elhiszem. Ez csak egy érzés. Ugyanis az első gondolatom az, hogy micsoda nő az, aki megcsalja a férjét. A második gondolatom az, hogy mindennek ellentmond az, hogy 10-20 hogy évig az ember egy embert szeresne. Régen meghaltunk 30 éves korunkban, abban pont belefért egy Persze. házasság, most már három is beleférhetne. Tehát a józan észnek ellen, mond, maximum a, maximum a tartás, hogy ilyet nem csinálok, de nem őszinte a tartás sem. Persze. És persze. akkor persze. belementél volna egy hazug érzésbe esetleg? Hát ezt, ez, teljesen így van, hogy az olyan elfolytásokat csinált volna, amiből ki tudja, milyen pszichoszomatizáció vagy egyéb más dolog lett volna, ennek így kellett lennie. Másrészt én, én, akkor próbáltam magam legyőzni, úgy hívtam magamat, hogy az ordas libidómat, én próbáltam legyőzni, tehát én akkor már csináltam olyan jogászanákat, kifejezetten azért, meg olvastam könyveket, hogy, hogy lehet sublimálni a libidót, de te szexőrült voltál? Szexaddikt voltam, igen, szexfüggő voltam. Tehát, hogy ez ma már a névtelen alkoholisták klubjában ez ugyanolyan. Uh -huh. addikció, mint ha valaki, nem tudom, alkoholista vagy nikotin függő. És a gyerekek ezt hogy vették, vagy hogy, hogy dolgozták fel? Mert gondolom, ők is tudtak erről. Ők a leánylakásról tudtak, tehát azért nem kötöttük a gyerekek orrára. De az azért dolgokat. csak érzik, tehát egy gyerek műen... nem kíváncsi, nem akarja tudni. Nem akarja tenni. tudni a gyerek. És nem, most már tudja? Nem akar foglalkozni ezzel. Persze voltak helyzetek, amikor igen, beszéltem meg, amikor, amikor mozgott a léc a, házasságunkban, hogy maradunk vagy nem maradunk, akkor igen. Nagyon nehéz nem egy házasságot végigélni. Tehát az összes konfliktusával, szerelmével, szeretetével, tehát mindenképpen nagyon nehéz. Igen, erről ezt mert nem tudom, melyik amerikai filmben volt, egy katonatiszthez odament a katonatiszt társa, és azt mondta, hogy azért jó, hogy van feleséged. Mert így legalább mindenki láthatja, hogy van egy ember, aki téged elbír és elvisel. <laughs> ez, jó. ez jó. Igen, hát ez egy. ez egy meló. De azt gondolom, hogy ha eljut az ember arra a pontra, amikor már úgy megdolgoztuk egymást, meg meg is tudjuk egymást becsülni, akkor, akkor ez egy nagyon klassz szövetség. És akkor milyen a mostani, az utóbbi tíz év, az utolsó Én, tíz év? Biztos, hogy a, a klimax is közre játszik a szelídülésemben. Én 47 évesen kezdtem a preklimaxot, 50 évesen kicsekkoltam. Azóta is tart egyfajta, hát igen. Most, hogy már tudom kezelni, nem, de nagyon nehéz volt. Nagyon-nagyon nehéz N nekem. Minden, mint annyira, in minden, mint minden, ez is nagyon intenzív és viharos volt. Tehát a hőhullámok is, tehát az őrületig, az őrületig. A nap, egy éjszaka 45-50 ki- és betakarózás két éven keresztül, és ez túlszerint is 45-50. Polopulcsi, gyapjupulcsi, vékony takaró, közepes paplan ablaknyitás, az őrület. és nem Három. féltél, hogy a szexuális életed megromlik a klimax miatt? Nem féltem. De ha túlmegyek a kérdésekkel, akkor szóljál. Persze, persze, de tudod, én szégyentelen szeretnék lenni. Hát meg ez az élet része szerintem persze, természetes. De, de, azt gondolom, hogy az a igazán felnőtt hozzáállás, amikor semmit nem szégyellünk, amit tettünk, teszünk, gondoltunk, gondolunk, éreztünk, érzünk. Ez van, mindenkinek van árnyékénye, és hibáikat követünk el, és ez tök rendjén való. Tehát nem nem féltem, hanem sőt ellenkezőleg azt futott át rajtam, hogy ha azt mondják, hogy a hm, klimax libidó csökkenése jár, hát ha nekem ez Jól egy, jön. egy, egy jó jön, és egy egyensúlyt mm -hmm. hoz az életembe, és, és így lett, tehát hogy én még mindig azt mondom, hogy egy magas libidóú ember vagyok, de a korábbi az egy, tehát az rett tentő sok volt. Tehát, hogy nekem nagyon nagy. Igen, rossz. neked se lehetett könnyű az Nem, ezt ez, 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 nem egyszerű, mert én ráadásul meg törekedtem, de tényleg, igen. tehát, hogy, hogy, nap mint nap fejen álltam, gyakorlatokat csináltam, akkor kitaláltam már akkor a tomboló libidóm idején, hogy két hónap teljes szexbőjtben mindennapos rengeteg gyakorlattal, hogy hát, ha kondicionálódik, hát, ha csökken, á. Az... Ez betegség? Tehát, hogy szerintem ez egy függés volt, igen, mindenképpen ez egy függés, ez egy mánia volt. Akkor ezt Tehát, jól mondod, hogy neked alkoholban nem szabad a bárna tudat folytatni? Nem, nem, Mert ezek szerint hajlamos vagy a oh, függésre? Abszolút, abszolút. Tehát most, hogy letettem a cigarettát, egyetlen egy mozdulatát átpolcoltam a csokiba. <laughs> nem félsz, <laughs> hogy megkizol? Hát én nulla százalékos csokikat veszek, vagyis, vagyis no sugar csokikat veszek, meg meg most már azért fegyelmezettebb vagyok, tehát tudom tartani a szakaszos bőjtöt. Ma például a hétfő az teljes lébőjti nap, ilyenkor nem iszom, csak úgy tehát meg vizet. És amióta letettem a cigit, 5 kilóval kevesebb vagyok, tehát most már tudok Tényleg? fegyelmezett is lenni. A lébőjt az nem a fogyókúra, ez az egészség miatt van, nem? Ez hát az nem egészség feltétlen? miatt. Nem, nem, nem. A hétfő az bőjti nap. Elképesztő szakirodalma van ennek, hogy a egynapos bőjtök már mennyi káros sejtet falnak föl. Úgy, Sőt, hogy... most a legújabb, amit pont schwab hárnál hallottam, hogy a, a 16 órás szünetet, ja, 16 az alap. óra, az nálad alap? alap Na, az az mert alap. hogy akkor is ott valami tisztulás zajlik, meg a ráksejtek pusztulnak, ja, és ja, 8 Én nem szorát. eszem 16 órát, az betartom. Mikor eszel utoljára? Dél este fél nyolckor eszem utoljára, fél nyolc nyolckor, és dél. Az nincs meg először. A De megvan. Megvan? Megvan, megvan. Tíz. Számolt. Igen, ki. igen, megvan, pont igen, megvan, megvan, igen. Van, pont hát az van. tulajdonképpen tartható. Teljesen tartható, semmi nehézséget nem találok benne. Tényleg. És teljesen jól érzed magad. Teljesen jól érzem magam. Nagyon sokat foglalkozol magaddal, hogy figyelem mindig a beszélgetéseket, interjúkat, a honlapodat, nem is egy van, hanem nézeketem. Hat honlapom. Hat honlapod van, igen. Hát nem igen, szokt. igen. Tehát, hogy, 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 még mindig fejleszted mindenféle témában magadat. Én abszolút a élet, életünk végéig való tanulásban hiszek egyértelmű és így is azt érzem, hogyha még kettő lenne belőlem, azoknak is mindnek tudnék feladatot adni. Tehát mindig azt érzem, most, hogy itt tavasz van nagyon aktuális, ugye a fa meccés, bár ugye már meccésen túl vagyunk. Kertesházatok van? Kertesházunk van, meg Balaton felvédéki házikóban is néztem, hogy, hogy meccette meg a Jani a fákat, és emlékszem, hogy amikor megvettük még azt a házat, az imregazda okított engem, amikor láttam, hogy mece az almafát. Úgy képzelde, hogy ilyen vastag fa törzseket is levágott. Az almafáról mondom, imregazda, megőrültél, -e, mit csinálsz? Ilyen vastag fatörzset levágsz, és neki meg Edericsitáj szólása volt, és így mondta, hogy hát a akkor, mit akarsz, mit akarsz? akarod, hogy ilyen kicsik sok kis gubicsalmád legyen, vagy pedig legyen kevés és szép, nagy. Tehát, és saját magammal is ezt csinálom folyamatosan, hogy annyira sok ötletem van, annyira sok tervem, annyira, annyira pörög az agyam, és annyi megvalósítandó raknék magam elé, hogy, hogy le kell metszenem állanna egy csomó ágamat, meg, meg előre gondolkodom, hogy mikor milyen periódusai lesznek, az, szakaszai lesznek az életemnek, amikor adott dolgokat majd jobban kibonthatok. És nem vagy túlságosan fárasztó a férjed számára? Ez a nagy aktivitásod. Tehát őt nem húzott be ebbe? Hát mondjuk azt nagy szerencső, hogy hát két napot ugye nem vagyunk eleve együtt, mert tőlem megy az édesapjához Debrecenbe, és nekem is kell az a két nap egyedül, tehát sőt, most például nem két nap, hanem én el fogok menni április harmadikán két hétre egyedül rovinyba, alig várom, hogy egyedül lehessek, és ő is időnként elmegy, és egyedül van neki a buvárkodás a hobbija, úgyhogy nemrég volt buvárkodni, szintén két hetet, tehát mi azért nem lógunk állandóan egymás nyakán, és ő is olyan ember, aki nagyon aktív, hiába 66 éves, egy, egy fiatal ember, aki tele van ötletekkel, nagyon tevékeny, Ugye ma már tudjuk, hogy te vagy ennek az élő példája, megmesélted az anyukád, aki 94, 94, hát elképesztő, szóval igen, tehát egy 60-70 éves ember. Tehát az régen, hát mit gondoltunk, már, igen. Hát régen miket gondoltak róluk. Régen, <laughs> most igen. meg... Most kezdődik az most élet. Kezdődik. É, 50 évesen, de ez biztos te tudod, a legjobban szülnek a nők, mert, mert fiatalok, a hormonrendszerük, a testük, mindenük fiatal, és hát simán e, belevágnak. Én biztos vagyok benne, hogy az élet ki fog tolódni 120 150 200 évekig. A biológusok e, is biztosak benne. és van. a dr. Bruce Liptonnak nagyon tisztelem a munkásságát, ugye az, ő, ő, az új biológia szülőatja, ő például nem kevesebbet állít, mint hogy a hitrendszerek, felelősek az öregedésért. Már mert, milyen mert, szempontból? Hogy nincs benne a bekódolva a gényeinkben az öregedés tulajdonképpen. Tehát az a hitrendszer, hogy elképzeltük annó, hogy nem tudom, egy 50 éve, annó egy 50 éves ember már a volt. Hát tudod, mikor mentek nyugdíjba, 40 valány évesen ment az ember. Nyugdíjba, és onnantól jött a süllyesztő. 40 évesen már kendőt vett a fejébe, igen, fejére, és már... Teljesen már... leállt minden a munka, a gondolkodás, vegetáltak csak, és az jó, hogy a halálhoz vezet, ha nincs feladata hát, persze, egy embernek. Hát persze. Úgyhogy, még ha arra gondolok, hogy 58 éves vagyok, és szeretnék, nem tudom, legalább 117-et élni, akkor még egy nagyon-nagyon csibe vagyok. Hát persze, hogy millió dolog foglalkoztat. Tehát jó, jó lenne, a lenne időm többet ö, spanyollal foglalkozni, angollal nyelveket tanulni. Van egy. TC Helicon Voice Live Touchpad nevű ilyen kis ketyerém, amivel nagyon-nagyon izgalmas játszadozást lehet csinálni a hangokkal, meg, meg sávokat tudsz magadnak csinálni, tehát lupolsz magad alá, és akkor a magadnak megcsinálod a zenei alapodat. Azzal is többet kellene játszanom, vagy többet szeretnék, nem kellene, hanem szeretnék. Elvégeztem még jó pár hónapja egy ö, mese meseíró, meseellemző, meseterapeuta alapképzést, azt jó lenne folytatni, szeretnék mesékkel foglalkozni, mert majd már készülök lélekben, hogy lesz unokám, és szeretnék neki profin mesélni. És hát a zenés gyógyszínház ötletem, is szeretném tovább vinni, illetve most volt a 885 teremtő rendezvényem, ahol olyan, olyan sikere volt annak, amit a három zenészt, fantasztikus zenészt nő társammal, Szirtes a Mókos, Fodor Réka, Kovács Ára, csináltunk, hogy, hogy most azt rendezem egy CD-nyi anyagba, és most gondolkodunk azon, hogy hogyan tovább koncertezzünk-e vele, de közben a Van zenekaramat is elhanyagoltam, az is tele vagyok ötletekkel, és, és hát emellett itt van a hat weboldalam, ugye van két nagy csapatom, az Új Egyensúly csapatom, amiben 50-60 szerzőm van, a Segítek egy Családot csapatom, amiben 60 önkéntesem van. Hogy segítitek a családokat? Ez, ah. ez az egyedüli olyan weboldal Magyarországon, ahol minden adatvédelmi szabályt betartva csináltunk egy tulajdonképpen egy egy összefoglalást Magyarországon élő mély, családok, mély szegénységben élő családokról összegyűjtettük az adatokat, egy adatbázist mondjuk így. Ez titkosított, tehát nem kapja meg csak az, aki mindenféle regisztrációnak eleget tesz, bejelöli az összes pipát, és kinézi a családot, és megkapja utána az elérhetőségét, és a támogató dönti el, hogy ő hogyan támogatja direktben a kiválasztott családját. Tehát rajtunk keresztül nem folyik pénz, az én alapítványomban nem jöhet pénz. Már volt rá jó néhány kérés, hogy ők alapítványba szeretnék rakni a pénzt egyrészt, mert azt ugye igazolható. Tehát tudok szégyenlőzést küldeni, másrészt ő nem akar ezzel foglalkozni, majd mi osztuk ki a családoknak, és visszautasítjuk minden esetben. Tehát nem, itt pont ez a lényeg, hogy te választod ki, és ha akarod pénzt juttatsz nekik, ha akarod személyesen viszel oda bármit, ha akarod, pedig van egy jó kis egyességünk a Fox és 200 forintért feladod, a 24-es és 26-os cipőjét a gyerekeidnek, mert kiválasztottad azt a családod, ahova pont ez kell, a meg kinőtték. Jó, én is betársulok ebbe, annyi igen, minden van, segítséget. Igen, igen, igen. Ezt... ezt. pont azért találtuk ki, mert meg, tehát így kérdéseket teszünk fel a támogatóknak, és az a tapasztalat, hogy nem a igazán jó, jó módon, vagy a nagyobb pénzűek támogatnak, hanem a középosztály, sőt még alatta, ők az érzékenyebbek, és, és, és hát végig gondoltuk Józan Parasz tésztel, hogy itt ezeknek a e, tényleg mély szegénységben ülő családoknak egy kinőtt gyerekkabát, egy cipő, játék, e, akár háztartási eszköz és mi minden dekára pontosan e, le tehát olvasható a weboldalunkon, mindent kiírunk, hogy mire van szükség. Kiírjuk azt is, hogy adakozni célzottan érdemes, mert egyébként pont itt akkor még szanoma volt, ahol ez az interjú készül. Volt hat éven át gyűjt gyűjtöttem az ószthétesi mély szegénységben élő romáknak. Láttam azt, hogy hogy lomtalanítással keverik az adakozást az emberek sokszor, ami nagyon-nagyon nagyon, megalázó. Pont itt ebben az épületben volt az egyik legdurvább, amit láttam. Elromlott morzsaporszívó. És így, így emeltem a, az illetőnek, mondom, ezt most komolyan gondolja, mondom, döngölt földpadlójú putriba a morzsaporszívút? Hát igen, -bos márkájú, ezt csak meg kell javítatni. Meg kell javítatni, hogy ez vigye vissza, legyen kedves. És hány családotok van most már, akit lehet támogatni? É, az a koncepció, hogy száznál többet nem teszünk fel az oldalra, mert tehát eléggé sok hát gondolkodás, kutatás, ez egy, tényleg ez egy nagy csapat, tele okos nőkkel, kettő férfink van, az egyik a Tóth Szilárd, aki úgy szoktuk mondani, hogy Szilárd alapokon állunk, mert ő az adatvédelmi szakértő. Tehát ő egy országos szintű adatvédelmi szakértő, és még van egy Imánuel nevű fiatal ember, aki a programozó. De egyébként csupa csajok, tehát még két hetente zoomolunk, és csupa, csupa, nő, és állandóan agyalunk azon, hogy hogy lehetünk hatékonyabbak, meg, meg mi jó, és, és kértünk kérünk rendszeresen visszajelzést a támogatóktól, hogy, hogy ennyi család ez, ez fogható-e. És már ott jó néhány visszajelzést kaptunk, ha a száz fölé megyünk, az sok. Tehát, ha te kinyitsz egy oldalt, ahol mondjuk csak hasamrőtök lenne, 300 rászoruló, akkor megriadsz, hogy azt érzed, hogy, hogy ez olyan sok, hogy, hogy, hogy nem tudok ennyivel mit kezdeni, de ha van száz, az még olyan fogható, mert ugye ez le, leoszlik megyékre és akkor kinyitott, nem tudom, Hajdubihár megyét, hat család, nyolc család, tíz család, és akkor ezzel lehet így mit kezdeni. Tehát pörgetjük a családokat, az azt jelenti, hogy kilenc hónap után levesszük őket, és ö, egy év után visszakerülhetnek, de végül is nem az a cél, hogy, hogy egy életen át úgy, úgymond táplálva legyenek, hanem, hanem a gödörből, a nehézségből ki, ki tudjanak jönni, és, és és nagyon jól oszlik el, mert úgy képzeld el, hogy tavaly is, tavaly előtt is több mint ezer támogatója volt a száz családnak. Az azt jelenti, hogy nem mindenkinek tíz támogató jut, de van, akinek jut 15, és ebben van, van, van olyan, hogy nem tudom, tíz dobozos, és csak öt az anyagi, de van olyan, aki például most van egy olyan támogatónk, aki kiválasztott 10 családot, és mindegyiknek 150 ezer forintot ad egy teljes éven keresztül. Csodálatos. Fantasztikus. Tehát, hogy vannak ilyen gazdag emberek, mert az ennek, ehhez gazdagnak hát kell hogyne, lenni. Hát nem hogyne. is kicsit. már hiszel a, a női erőben? Szerint. Tehát az jut eszembe, hogyha mondjuk ezt a világot nők kormányoznák, nők uralkodnának, jobb lenne a világ? Hát egyértelmű, nem kérdés, hogy ez a világnak akkor lenne igazán nem, nem lenne. Ennek a világnak akkor van igazán szintlépésre esélye, hogyha a nők, illetve a mindannyiunkban ott levő női minőség, tehát a férfiakban is ott levő női minőség fog dominánsá válni. És ilyenkor mindig eszembe jut, Dél-Kínában van egy matriarchális társadalom, a Moszók csak be kell ütni, hogy délkén a moszók, matriarchális társadalom, ahol nincs szó az erőszakra, nincs szó a börtönre, nincs börtön, nincs halálbüntetés, nincs, mert ahol nők uralkodnak, erre nincs, nincs háborúra szó, nincs szavuk tehát egy... Na, de látod, most aztán, ha nem akarsz, nem válaszolsz rá, de most itt a kormányban a pont a két nő megbukott. Hát én annyira sajnáltam, hogy ezzel a pedofil botrányjal két nőt buktattak meg, tehát hogy nem álltak a sarkukra, és mondták azt, hogy na, ezt nem. Hát itt viszont a, nem a női energia, hanem pont a férfi, a jangos, a kiállok, és azt mondani, hogy na, hát itt, itt itt a pont a mondat. Hogy ezt nem. Tehát itt pont nem a női energia hiányzott a nőkből, azért mondtam az előbb, hogy a mindenkiben ott levő női, de hát a mindennyiunkban ott levő férfi energiára, meg minőségre is épp úgy szükség van. Ez egy macsó kormány, tehát hogy itt, itt sajnos mi Európában az utolsók vagyunk a nők jelenléte a politikai életben, a 9 százalékunkkal, sőt, most már annyi sincs, tehát mi Igen. vagyunk a legalja. És nagyon-nagyon elgondolkodtató lenne, csak egyszerűen azt a tényt végig gondolni, hogy, hogy Európában a gazdaságilag legjobban működő országok, mint Svájc, Svédország, Finnország, Belgium, Hollandia, Luxemburg, Németország, fele-fele arányban, 49-51 százalék között mozog a nők jelenléte a politikai életben. Milyen érdekes, hogy ahol megjelenik a nő, a szociális háló az sokkal kiépültebb lesz. Igen. Hogy, hogy egy gazdaságilag sokkal jobban működő társadalom Pimbózik, virágzik, gyümölcsözik, ahol megjelenik a nő. Miért? Nagyon egyszerű ennek az oka. Olyan a mi agyunk, ami alkalmasabb arra, hogy az érzékenység, az a együttérzés, a szociális érzékenység, az intuíció, a, hol, a holisztikus gondolkodás megjelenjen. Ugyanis a Ugye a férfi és a nő agyféltekét, ö, ö, azért mondom férfi és nő agyféltekét, mert a, ö, mond már, balagyfélteke irányít mindent, ami a szemünk alatt jobb oldalt van, ez a férfi oldal, így is mondják, ugye a, a racionális oldal, a jobb agyfélteke, ami a szemünk alatt a bal oldalt, az ösztönös, ez a női oldal, így mondják, vagy anima animus, mindegy, hogy nevezzük. Szóval, hogy a két agyféltekét összekötő kérgestest nekünk nőknek sokkal vastagabb, vagyis hogy sokkal inkább ö, képesek vagyunk ö, holisztikusan, gombolyítva gondolkodni. Nekünk nőknek mind a két agyféltekében van az érzelmért felelős terület, a férfinél csak a jobban. Uh -huh. A nekünk nőknek mind a két agyféltekében van a beszédért felelős terület, a férfinél csak a balban. A férfi sokkal inkább a step-by-step, tehát a lineáris gondolkodásra hajlamos, aminek következtében köszönjük szépen, egy férfiak által felépített világban élünk. De most egyre jobban azt mutatja a világ, hogy nagyon-nagyon kell, az érzésekkel teli, a, a, az egységélményt jobban átélő, ö, és intuitívabb, jobb vagy -e. Még az üzleti életben is sikeresebb. Nem véletlen, az hogy az ter. érzelmi intelligencia előtérbe került erről. Pár évvel ezelőtt nem beszéltünk, és valahogy felfedezték, hogy ennek pont akkora, hanem nagyobb súlya van, mint, mint az iq hogy, hogy, sokkal több mindent meg tudunk oldani és meg tudunk közelíteni. Sőt, most már a spirituális intelligenciát is mérünk, Igen. Már. Annak is egyre nagyobb a elismertsége akkor a te elismertséged is nő ezek szerint, hát nagyon te, régóta ez Valójában uralkozol. csak azt jelenti a spirit, hogy lélek. Igen, igen. Tehát... Na, amit nem kérdeztem még, hogy, hogy az anyassággal hogy voltál? A, mondjuk a fogantatás első pillanatától, hogy ez számodra a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy, hogy anya legyél, végig gondoltad, előre megtervezted? A fiamra azt szoktam mondani, hogy ez egy lárpur lárból vett poén, derült égből villám csak más. <laughs> Tehát Lázár naptár fogant, és egyébként nagyon látom a két gyerekünkben a különbséget, mert Hannát már vártam. Sőt, nem úgy vártam, akkor jött be az agykontroll Magyarországra, programoztam, hogy két hónapon át, hogy csak X-kromoszómák találkozzanak, és egy kis puncista kerekedjen bennem. Tehát nagyon látom a gyerekeim között a különbséget. Tehát a nem várt gyerek az a más vár... lesz, mint a nagyon igen, várt. Igen, e nagyon, nagyon e azt megszületésüket is pontosan látom, a, az egész prenatális, perinatális, most ezt így hívják. Hát Mondjuk egy A barátnőmet, aztán majd folytas képzeld el, mikor vitték haza a kórházból, bent felejtették a szülők a taxiban. És ő azt mondja, hogy neki ott eldőlt a sorsa, hogy milyen családba került, és igaza is volt, hogy ez meghatározta az egész életét. Hm. Wow. Na, ezt csak úgy Ha már itt tartunk, nagyon illik ide János Péter kineziológus családállítónak a kutatása, aki azt ö, kutatta egy éven keresztül több mint ezer kineziológiai teszteléssel, hogy mely életkorból hozzuk a legtöbb traumát. Mit gondolsz honnan? Csecsemőkorból, gyerekkorból? Konkrét a megszületés. A, tehát az ő tanulmányára az oszlop mondjuk ilyen magas a megszületés, utána jött egy jó nagy lélegzetlét ennyi szünettel a Ugyanolyan sokat hozunk nullától 7 éves korig, mint az ősöktől, ugye most nagyon divat a transgenerációs téma, tehát a megszületés. Na, no, de visszatérve, tehát ö, akartam anya lenni, nem volt kérdés, hogy én az az alkat vagyok, akinek kell a, te a teljességhez, mert tiszteletben tartom, hogy van olyan nő, akinek nem kell ahhoz, hogy teljes életet éljen az anyaság, nekem kellett, csak nem olyan fiatalon akartam, nem 25 évesen, akkor én még ö, volt hátra egy évem a jazz konzervatóriumból, tehát én nem diáklányanya akartam lenni, hanem úgy gondoltam, hogy majd 30 fölött, és előbb még karrier és éneklés, de ö, egyrészt volt előtte a abortuszom és a nőgyógyászom nem javasolta, hogy újabb legyen ilyen kis ö, ö, intervallummal. Másrészt, meg valahogy megéreztem azt, hogy ez a gyerek annyira lenni akar, hogy ö, szinte meg kellett hajolnom a sors előtt. Meg hát az is világos volt, hogy nekem ez a pasos a gyerekeim apja, ez az első rendezvún, képzeld el, első rendezvún ültünk egymással szemben. Egyrészt ő úgy hívott a rendezvúra, hogy azt mondta, hogy szükségem van rád egy életre. És én meglepődtem, hogy miért kell ilyen nagyot mondani. De körülbelül egy másfél órája beszélgettünk, és így hú, hát sohant egy kép, hogy ő a gyerekeid apja. Hmm. Tehát világos volt, hogy ő az, de nem voltam rá egyáltalán fölkészülve, és amikor ö, ugye első két hónap ment a vívódás, megtartom, elvetetem, megtartom, elvetetem. Nem élet a, a, a fogantatás után? A, a magzat, ezt nem gondolod életnek, tehát jogod van elvetetni erről? Öh, hogy gondolod? Mindjárt, mindjárt belemegyek, csak befejezem ezt a gondolatot akkor utána egyből elkezdtem keresni a mindenféle szakirodalmat, hogy hogy kell jó anyának lenni, mert az világos volt, hogy egy csomó mindent nem úgy akarok, ahogy a szüleim, és nagyon-nagyon hiányzott, és akkor merült föl először bennem, hogy ezt mi a nem tanítják az iskolában. Annyi marhasságot megtanultam, nekem ahhoz kikérem magam, hogy Európa ásványi anyag lelőhelyeiből vizsgáznom kellett, ilyen Marhaságokat kal tömték az agyunkat, és akkor jöttem rá, hogy nem tudok semmit arról, hogy kell jó anyának, elég jó anyának lenni, meg hogy kell tudatosan felkészülni a szülésre. Visszatérve a kérdésedre, hogy. Ja, még egy gondolat. Nem véletlen, hogy ezek után hét éven át voltam a születés hete mozgalomnak az egyik uh -huh. oszlopos tagja, és buzogtam ingyen is, járva az országot, hogy ébresztem a nőtársainkat, hogy hogy, hogy mennyire meghatározó, hogy felkészüljünk erre. Hát lehetne erről még hosszan beszélni, hogy mennyire méltatlan helyzetben van a szülés most Magyarországon, katasztrófa. Amíg ez nem kerül a helyére, az alapok alapja nincs, nincs a helyén. Ezúton ajánlom a más alapot a szülészetben ö, csoportot, meg lehet nézni, hogy mi, milyen visszajelzések vannak a Facebook oldalokon, hogy Magyarországon hogy szülnek most nők. No, de visszatérve, mit gondolok az abortusról? Hát ugye az nem kérdés, hogy ahhoz, hogy egy baba megszülesen három dolog kell, nyilván az egészséges szerveken kívül, petesejt, egy spermium lélek. Na most a léleknek is van egy otthona, ezt hívják úgy, hogy forrás, ahova majd vissza is megy a lelkünk különféle bardókon, létállapotokon, stációkon keresztül, amikor meghalunk, és eljön az ideje, hogy a lélekcsaládunkhoz visszatérjünk. Nem egy forrás van egyébként, mert nagyon, nagyon különféle rezgéseken vagyunk mi emberek, tehát vannak csecsemű lelkek, újszülött lelkek, fiatal lelkek, érett lelkek, öreg lelkek, mindenkinek megvan a maga forrása, a maga lélek családja, de ezek a források is egymással csatlakoznak, mint egy multidimensionális mandala, és már is spirituális magasságokban járunk. Lényeg az, hogy amikor egy nő megfogan, akkor a forrásból egy lélek sugár, mint egy fénysugár beköltözik a, a nem is a méhbe, ugye, hanem a pete vezetékben történik a megfoganás, mert négy nap után, amikor már zigóta, akkor kerül a méhbe vagyis az igóta négy napig vándorol a petevezetéken. Tehát a lényeg az, hogy a nő testébe egy fénysugár beköltözik, amin keresztül kilenc hónapon át csurog bele a lélek. Tehát nem, nem tud a, a lélek, az egy embernyi lélek beköltözni a megfoganáskor. Tehát ez egy hosszú folyamat, sőt, van olyan elképzelés, erre én azt mondom, hogy nem tudom, de hajlok rá, hogy még utána egy évig. Azért nem fölözte a kutacs, mert még egy éven keresztül kapja az újabb adag lélek részt, még akkor mindig kapcsolatban van a forrással a, a kis gyermek, a baba. Tehát valójában, amikor ő, úgy dönt egy nő, hogy visszaküldi a lelket, akkor a léleknek még ilyenkor nagyon könnyű. Visszamennie, mert még, még a csatorna ki van épülve. Tehát még vissza tud menni a lélek a forrásba. Tehát nem egy gyermek életet veszünk el, hanem egy gyermek élet lehetőséget. Mind a mellett ez, ennek következményei vannak. Tehát nekem volt olyan családállításom, ahol az jött ki a, az adott problémámra, hogy még mindig nem búcsúztattam el, nem gyászoltam meg, és nem kezeltem a helyén az abortuszt, és mivel több mint száz családállítást láttam, rengeteg olyat láttam, tehát rengeteg azt ért, hogy legalább 15-20 családállítás szólt arról, hogy 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 nőtársaim nem, nem, nem gyászolták meg, és nem mondták ki azokat a varázsmondatokat, ami a lélek e, sugárnak ilyenkor kiárt volna. Mit kellene mondani? mondja egy itt, varázsmondatot. Itt, itt, két, itt két iskola van, az egyik a Bert Hellinger iskolája, ő azt mondja, hogy ki kell mondani azt, hogy sajnálom, hogy ezt a döntést tudtam meghozni, mindig helyed lesz a szívemben. És ugye ő azt mondja, hogy a volt abortuszod, és a gyermekeid, később megszületett gyermekeid rákérdeznek, hogy volt a testvérük, meg kell mondani, hogy ők is tudják a helyüket, hogy igen, te csak a harmadik és a negyedik vagy. Negyedik és az ötödik gyermek vagy a sorban, mert a testvéreid az elsők, ők csináltak neked helyet. Tehát, hogy mm -hmm. akkor van hi a hierarchikus rendben mindenki a helyén. És ugye a rend törvénye az egyik legfontosabb a, a családállításban. A három fő törvénynek az egyik törvénye. A másik iskola azt mondja, hogy nem mond ki azt, hogy mindig helyem lesz a szívedben, mert tulajdonképpen azt a lelkette akkor bekötöd magadhoz. Ha nem enged meg a léleknek azt a szabadságot, hogy majd ő belépjen oda, ahova az ő rezgése szerint be kell lépnie, mert egyébként minden lélek sugár, ugye csak arra a azon a frekvencián tud belépni, ahol arra fogadó van. Tehát, akkor te melyiket követed? Melyik? Én, én eleinte azt mondtam, hogy mindig helyed lesz a szívemben, és, és most azt mondom, hogy ennél szabadabb a lélek, ne kössük be, hogy mindig helyed lesz a szívedben, szívemben, hanem azt mondjuk, hogy mondjuk el, tehát mintha tényleg egy lelket szólítanál meg, ahol, ahol félreteszel mindent, és nem pusztán azért mondod, mert le akarsz róni egy kört, mert egyébként minden rítus csak akkor számít, ha igaz érzés van benne hanem akkor menj, menj ab, bele abba az állapotba, ahol tényleg őszintén elmondod, hogy miért sajnálod, hogy én tényleg sajnálom, hogy erre voltam képes. Akár magyarázkodhatsz is, mert nyilván ez egy magyarázat lesz, hogy miért ezt a döntést hoztad meg. És, és utána mondd azt, hogy, hogy bízom benne, hogy megtalálod azt, a, azt az anyát, azt az apát, azt a szülőpárt, aki számodra a legjobb, fejlődést adja, de örömmel látlak vissza én is. De szép mondat. Még egy búcsú, hogy a fiattól kell ilyenkor, vagy bocsánatot kérni, vagy magyarázkodni, hogy egy nem várt gyerek vagy, vagy voltál ennek az összes akár előnyével, hátrányával, gondjával? Én abszolút hiszek abban, hogy mindenre emlékeznek a gyerekek, ugye nem véle, ezzel dolgozik egyébként egy kineziológus is, hogy már a fogantatást is, nekem például a fogantatáson rengeteg, rengeteg kineziológiai oldásom van magán az fogantatáson, de az anyamében töltött hónapokon is. És én nagyon őszintén beszéltem velük, mind a két gyerekemmel, hogy én mit értem át és hogy értem meg az anyaságot, hogy nekik emiatt már ne kell oldásra járniuk, hanem hozzuk szépen a tudattalamból a tudatos szintre. Tehát Lázár pontosan tudja, hogy nem várt gyerek volt, pontosan tudja, hogy vívódtam. Én magam nagyon, tehát kicsi koruk óta oldva voltak rajtam keresztül, egészen pici pelenkás baba koruk óta, és aztán kamaszkoruktól ők maguk kérték, hogy anya jelentse be a kineziológushoz mi sokat dolgoztunk, vagy dolgoztattam a gyerekeimet, inspiráltam őket, mondjam, hadd mondjam így. Úgyhogy volt olyan is, ilyen vicces helyzetben, ahol nem tudom, valamit a Lázár az arcomba vágott, és akkor mondtam, hogy de hát kiderült egyébként egy korábbi családállításon, hogy az elvetetett gyermekem, sőt kettő egy gyermekemből az egyik ő volt. És mondom, de hát te, a, mondom, te akartál ilyen erőszakosan, én már visszaküldtelek, te oké, okay, választottál engem, újra visszajöttél, úgyhogy pofádra lakadt, ezt választottad, ilyen vagyok, kész. De jó. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm, mert sajnos időnk lejes piccet, Gyöngyi Soma volt a vendégem. Köszönöm, Köszönöm, Suzsa. Önök hétről hétre csütörtökönként a Best Magazine podcast beszélgetését hallhatják. Ezekből az őszinte beszélgetésekből megismerhetjük az általunk nagyra becsült színészeket, zenészeket, művészeket, sportolókat, Ez életük legszebb, legféltettebb, legfájóbb titkaikat.